Halló! Szevasztok! Nos, mai napon képen látható Zombie Driver HD című játékot fogjuk megnézni, ami egy felülnézetes autós, kaszabolós, trancsírozós, mármint zombit trancsírozós játék. Aki annó régen játszta a GTA második részével, ha jól tudom, még az első is felülnézetes volt, de mindegy, a GTA 2 is felülnézetes volt, ugye a harmadiknál váltottak full 3D-re. Annak ismerős lehet majd. Na a lényeg, hogy ez a videóhoz összeszólva megjött a kedvem, miután megnéztem Szovi videóját erről, úgyhogy részben neki is köszönhető. Na most ez a játék már elég régóta ott van a fiókomon, hasonlóképpen jártam én Szovi, hogy rég ott van a fiókomon, de sosem néztem rá úgy igazából. Aztán most úgy ránéznék. Illetve ránéztem, mert csináltam technikai tesztelést, hogy megy, de nem hiszem, hogy bármi probléma lesz vele annak ennél a DX9-es játék. De 2009-es, úgyhogy ez egy indie alkotás, ugye az Exor stúdiós csinálta, akik egy lengyel csapat. A mai napig egyébként létezik, és mai napig csinálnak játékokat. Ők csinálták például, tehát az Exornak ez az első játéka, ez volt az első játéka. Ugye ezután csinálták a X-Mort Defense nevű, hát ilyen Tower Defense-szerű játékot. És ugye még fejlesztés alatt van a legújabb alkotásuk, a Rift Breaker, amiből azt hiszem van egy játszható demo Steamen. Úgyhogy, ja, egy olyan indie csapatról van szó, akik már úgy bő 10 éve benne vannak az iparban. Talán 2007-ben alakultak? Na mindegy. Zombie Driver HD. Tehát, hát ez egy ilyen kis 1-2 eurós alkotás, rengetegszer van akcióban ilyen 1-2 euróért be lehet szerezni, azt hiszem most a felvétel idején is a Humble Store-ban ilyen 1,5 euró, úgyhogy tényleg ilyen filléres tétel, ilyen kis könnyed mészárlás, de nézzük is meg. A játékhoz nincs német szinkron, német felirat van, de mivel szinkron nincs, úgy voltam vele, hogy jó lesz az angol felirat is, főleg, hogy a minden pálya elején a misszió lényegét felolvassák nekünk angolul, és hogy ne zavarjon össze se engem, se titeket. Na, nem is húzom tovább az időt. Új story mód, hát értelemszerűen story mód, ugye? Hát azt fogjuk természetesen megnézni. Igen, minden eddigi progress elveszik, nem baj. Jó szórakozást a Zombie Driver HD játékhoz. Itt egy átvezető kis filmecske, hát kis képregény-szerű átvezető. Bum bum. Ugye képregény-szerű átvezetőt használt például a Hard Reset is. Ami egy picit más alkotás, de hát a zombaj csak ellepték a környéket. És ezzel az autóval fogunk. Zo, hát a nevét a csávónak nem tudom elolvasni, mert oda izélte
aláírását, a Blofeld General J. Blofeld, vagy micsoda? Na mindegy. Hát igazából nem egy világot megváltó forradalmi sztoria van a játéknak. A zombik elárasztották a várost, vagy városokat, nem tudom, hogy a bolygó mekkora részét. És az első küldetésben ki kell menekítsük a majort, kormányzó, ugye? Vagy hogy is van az amcsiknál? Ott azt hiszem kormányzó a helyi főnök, a helyi vezető, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát ha nem polgármester van az amcsiknál, azt hiszem kormányzók, vagy mit tudom én, annyira nem vagyok benne a témában. Na mindegy, ha elérjük a célt, Operation Fat Cat. Na szép. Kapunk 1500 pénzt, első szintű gépfegyvert és első szintű nitrót. Hát nitrót szerintem én nem sűrűn fogok használni a játék során. Ott lesz a bázisunk, ott van a major pozíciója. És a secondary objective, van egy másodlagos feladat, amit ha teljesítünk 1000 pénzt kapunk, ölj meg 275 zombit. Menjen! Itt az irányítás. Ugye... Igen, itt vannak az ikonok, ezek fognak minket segíteni majd a navigálásban. Mission goals, igen, follow, jó. Na, jelenleg... Mi ez a 275? Jaj, annyi zombit kell... annyi zombit kell megölnem, igen. Jobb oldalon van az élet, igen, ott a zöld csík, a nagy zöld plusz jel. Jó, induljunk el, azt hiszem a VSD-vel kell menni. És vannak ilyen felszedhető power-upok, ugye a helyi katonaság ugye mi oldalunkon áll, vagy mi állunk az ő oldalukon. Ugye mondta is a csávó, hogy akár mennyi támadást indítottak a zombik ellen, akár hányszor kiirtották őket, mindig újabb és újabb hullám jön belőlük, tehát gyakorlatilag végtelen van belőlük. Jó, lehet látni itt is a katonák, ott vannak a dobozokon ugye, a tankok. Ők nekünk segítenek, hát hogyha... az szép, az szép. Zó, oké. Egyébként az első küldetés a technikai tesztelés során megcsináltam. És az úgy van, hogyha neki mész a zombinak, illetve minél több zombinak rövid időn belül, annál jobban lelassul az autó, tehát a fizikai motor ezt is figyelembe veszi. Vannak felszedhető pénzek, az nagyon-nagyon fontos, mert a pénzből tudunk majd különböző fejlesztéseket venni, illetve újabb járműveket. Úgyhogy érdemes alaposan körbenézni, ha már ha nincs időlimit, akkor mindenképp érdemes körbenézni. Aha, és ott bal oldalon számolja is vissza, hogy mennyi zombit kell még megölni. Csak arra kell vigyázni, hogyha túl sok zombit nyírunk egyszer, akkor meg is tud állni az autó, úgyhogy... ha nagyon sokat akarsz kinyírni, akkor lendületből kell nekik menni. Jihá! A játék tehát 2009-ben jelent meg eredetileg, azóta néhány évvel a megjelenés után, nem tudom, talán 12-ben, 11-ben kapott egy ránzfelvarrást, mondhatni, egy technikai ránzfelvarrást, grafikailag feltuningolták. Egyébként a
Az alkotása az Ogre 3D nevű nyílt forráskódú grafikus motort használja, ami ugye teljesen ingyenes. Illetve a fizikáért az Nvidia Physics felel, ami kiválóan működik amúgy. És mai napig ugye a Physics a játékpiac egyik legelterjedtebb fizikai motorja és az egyik legjobb. Na várjál. Jó, hogy haladjunk is. Van a power-upokra ugye nagyon-nagyon figyelni kell. A zöld ugye az a HP. Ez feltölti az életünket. És ugye minden megöl zombiért kapunk némi pénzt. És ha minél több zombit ölsz meg rövid idő alatt, ugye az kombó, az még több pénz. Hoppá. Nem itt. De aztán lesznek olyan küldetések, ami időre megy, na hát ott sokat nem szabad takarni. De érdemes... Egyrészt ugye mindig figyelni kell a HP-t, mert a zombik nagyon-nagyon kevesebben lecsípnek valamennyit az autó életéből. Illetve hát minél több pénzt érdemes felszedni, hogy minél több fejlesztést lehessen vásárolni majd később. De most egyszer elindulunk a küldetés irányába. Nitrót azért nem fogok venni, mert ennél gyorsabban én úgyse akarok menni. Lehet, hogy majd kell mondjuk olyan küldetéseknél, ami időre megy, stb. Ja, és hamarosan fogunk kapni egyébként fegyvereket is. Tehát az autóra rá tudunk majd szerelni különböző fegyvereket. Ezt is power-upok formájában tudjuk felszedni. Hú-hú-hú! Igen, őket mind ki kell nyírni, az összes pirossal... Ő a major. Itt vannak a fegyverek. Van rakéta, gépfegyver, lángszóró, meg minden is. Úgyhogy hadd menjek be ide. A rakéta... Hú-h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 ú
Uhujj! Cak! Igen, ez splash damage-et csinál rendesen. Opa! Még egy kis rakétát. Ugye a lent jobb oldalon látható, hogy hány darab rakétánk van még. 10, most már csak 9. És így úgy persze a dobozizéket is szét lehet szedni, ugye, mondtam, korához képest, tehát 2009-es évhez képest nagyon-nagyon fejlett a fizikai motorja. Akkor ez a physics motor, ez, na, eszméletlen látványos volt. Igazából szerintem még a mai napig is amúgy. Én úgy gondolom, mai napig ez egy nagyon-nagyon látványos kis játék. Hoppá! Van kézifékes megfordulási lehetőség. Tehát van kézifék, na, ugye a Space-el lehet használni kézi. Igen, egy darab ellenfelet, olyan kutyuli volt. Nem könnyű eltalálni rakétával. Azt tömegbe kell küldeni a rakétákat. A kutyulikat elintézni. És fönt, a képernyő felső részén látható a majornak, a major autójának a HP-ja. De mindegy is, megmentettük. Így van. Do it with style. Stílusosan ölj.
Yeah, a gépfegyver nem elég jó stílus. 205 lőszar. Azt mondja, indicated the right hand tower of the base, you will igen, az a bázisunkat jelöli a sárga a kis kuckó. Ott tudjuk befejezni a küldetést. És majd lesz olyan küldetés, ahol le kell szállítanunk egy-két emberkét. Őket is mindig a bázishoz kell vinni. Szerintem... Ott is élet van, ajaj, rengeteg élet van a pályán. Alright! A Techland bekaphatja. Zo. Ez az! Csak menj a vér irányába! Ott vannak a dögök! Elég gyorsan zabálja a lőszart. A padokat is ki lehet vinni, viszont a... Várjál csak, jól láttam, hogy... Aha, viszont a fák azok... Fáknak nincs valódi geometriájuk, tehát ott... igen, a fákon át lehet menni, ott nincs semmi fizika. De hát cserébe rengeteg terettárgynak van fizikája, úgyhogy szerintem ez nem olyan nagy problém. Villanyoszlopokat ki lehet. Achtu Heilige! Tűnés innen! Ó, itt a for... Aha! Felnyitható híd. Itt a pálya széle. Oké. Mi van még itt? HP mindig jó jön. Igazából pénzt keresek. Hogy legyen minél több money. Ez az. Itt mi? Aha. A parkoló autókat oda nézi a gumi. Azt a mindenit. A parkoló autókat fel lehet robbantani. Elég, ha gyorsan nekimész nekik. Vagy egyéb módon. Tadadadam. Kifolytam! Scheiße! Shadi! Tűzoltóság. Úgy akárra nem lehet átülni másik autóba. Fognék egy tűzoltóautót, aztán ezért vízágyúval gyilkolnám a dögöket. Mekkora fán lenne, nem? Vagy legalább kipróbálnám, hogy lehetséges-e. Mert ezzel a fizikai motorral tudja, hogy lehet. Meg lehetne oldani. Jöjjünk! Money. Kell egy kicsi money. Olyan könnyű belefeledkezni egyébként. Tök jó kis hangulatos játék amúgy. Menj, jó, mindjárt megyek a bázishoz. Hadd nézelődjek még. Nézelődjek egyenlő gyilkolászás. $16,500. Jó van, menjünk vissza a bázisra, hogy nézzük meg a második küldetést is, ne csak... ezt az egyet lássátok. De ezért akartam tényleg, a parkoló autókat említettem, elvileg... Aha, látod? Csak neki kell menni, és akkor... Kabum! Zó, megyünk a bázis fele. Egy-egy. Oh! De ha pénzt látok útközben, az prioritást élvez. Drive to the base. Jó, tudom. Vasút. Ez az?
Bim. Alter. Oké. Okay. Ah, be kéne menni. Valahol erre lesz a... Ah, itt van. Itt meg kell állni. Mission complete. Great job, son. Zombies killed 665. Time play 13 perc 39 másodperc, highest combo 8. Total cash earned 20.927 pénzt kerestem ezen a pályán, mert ugye amit ott lent bal oldalon láttunk, az az a pénz, amit a zombi gyilkolásért kaptunk, és mellette ugye megkaptuk még ezt a 2500 dollárnyi jutalmat a feladatot teljesítéséért. Jó. Continue. Igen, van néhány túlélő, néhány civil túlélő, akik nagyon fontos információk birtokában vannak, és ezeket a túlélőket ki kell mentenünk. És ott is van, hogy evacuate 4 survivors from both houses. 2 hippies. Az fasz. Két Carmen Hanix, aha. The secondary objective, evacuate all survivors in less than 3 minutes. Ho-ho! Az elsődleges küldetéshez nincs időlimit, viszont a másodlagoshoz már van. Ha három perc alatt evakuálom az összes túlélőt, akkor kapom még plusz 2000 dolcsit, és az nagyon jól jöhet. Új sportautó, armor upgrade, ezek mind nagyon-nagyon jól fognak jönni. Megpróbálom megcsinálni, mert az a 2000 dolcsi az kellene. És akkor, hogy is van, evacuate for... Tehát 4-et, evacuate all survivors. És honnan tudja, mennyi az all? Na mindegy, nézzünk bele! Nézd csak! Na, itt van az izé, amit mondtam. Car upgrade, cash van, szűk 21.000 pénzünk. Igen. És itt van, ez az autó, ugye 4 utas tud elvinni, ahogy a legtöbb személyautó. Nézd van az autórend száma, Exor, valami 01, T01 azt hiszem, tök jó. Azt hiszem, Survivors to Rescue 4, igen. És akkor Weapon Upgrade, a fegyver fejlesztések. Tudnék venni, illetve tudnám fejleszteni a gépfegyvert 3000 dolcsért. A nitrót én nem fogom fejleszteni, jó? Tehát, no. Nekem az nem kell. Nekem az, ennek az autónak az alapsebessége is bőven megfelelő, én nem akarok ennél gyorsabban menni, és akkor itt van Resistance to all attacks, aha, armor. De ezt még nem lehet fejleszteni. Car paint. Oké. Okay. 2 festés van? Maradjon sárga, ha már taxi. Az ott 18.000-be fog kerülni. Hú, itt aztán vannak árak. Az első szintű armor 18.000, 58.000, 114.000. Na hát ezért mondom, hogy rengeteg pénzt kell gyűjteni a pályákon. Minél többet, annál jobb. Mert itt iszonyatos árak vannak. Nézd meg a fegyvereknél milyen árak vannak. Úristen! A Railgun! Zian. Lehet Railgunt is venni. Na jó.
Vajon mi, mit jelent az, hogy... Azt hittem ad róla információt, hogy mit, mi a fejlesztés, hogy több lőszart kapok egy power-re felvételekor, vagy nagyobb sebzés, vagy hatékonyabb felhasználás, tehát kevesebb, kevésbé fogja zabálni a lőszart, vagy na mindegy. Nem, nitrót nem veszünk. Nem tudom, ezeket miért nem engedte. Na mindegy, jó lesz így, jó lesz így. Kontrollert nem érdekel. Between to a camera. Ah, megy az idő! Ja, a kurzor mozgató nyilakkal is lehet ám irányítani az autót. A klasszikus autós irányítás is... Hát, du heilige Scheiße. Várjál. Azt hiszem erre kell menjek. Ach, du heilige Scheiße. Megdöglik mindenki. Uha, na a tűzbe. Got another one. Jó. Egy. Kettő. Milyen halk a beszéd? Várjál, ha már itt a HP... Látom, hogy ott a pénzi... Basszus. Ezt mind ki kéne nyírnom? Ach, du heilige. Ezt nem mondod komolyan. Másfél percnél vagyunk még. Lőszar! Rendkívül fontos. Hoppá! Rein! Azért az idő, az eső is iszonyat jól nézám ki. Ne, 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 hagyjatok! Hú! Aj, Istenem! Előbb nyírtalak... Na. Hát de... Ne dobálózz! Ne dobálózz! Houston... Gyere már ki, he! Vagy gyertek már ki! HP-t fel kell tölteni, nagyon fontos. Jó, engedj utamra. Elbuktam. Igen, mert vissza is kellett volna érnem velük. Hát igen, hogyha időlimit van, akkor én nem szoktam annyira remekelni a dolgokban. Ugye minden játékban gyűlölöm az időlimitet. Teljesen mindegy, hogy melyik játékról van szó, mindegyikben utálom, ha időlimit van. Én megtettem mindent, megpróbáltam. Én becsületesen megpróbáltam. Alta! Ekkora tömeg. Meg a szikrák is milyen szép particle effektet csinálnak. Az is tök jól néz ki. Car is full, drive to the base. Jó, mindjárt menjünk a bázisra, csak egy picit tisztogatunk itt, amennyire a lőszerünk engedi. A villámlás is annyira erős, hogy amikor éppen villámlik, akkor nem sokat látok.
Mármint csak a villámlás, kifogytam! Nem jó, nem jó. Meg a, játod, ilyen könnyebb szerkezetű kerítéseket simán ki lehet vinni. Néhány zomba is meg úgy dobálózik, mint hogyha muszáj lenne. Várjál? Ja, hogy a... Ja, power-up-ok visszaspawnolnak ugyanoda. Na ez viszont jó dolog. Ez jó, mert megkönnyíti a dolgunkat. Alta! Zo. Hallo. Guten Tag. Alter. Várj, én rossz fele megyek. Most veszem észre. Azt az életet lehet föl kellett volna szedni. Minden esetre ha találok még egy HP-t. És találtam. Ó, és még lőszart is találtam, akkor mi tudunk időzni itt egy picit. Szevasz, ne dobálusz. Ő kezdte. Ah, 250 a max lőszer kapacitás a gépfegyverhez, oké. Okay. Kíváncsi vagyok, hogy azt... Mondjuk nem figyeltem a... Az előző pályán, mielőtt megvettem volna a fejlesztés, hogy ott mennyi volt a kapacitás. Tehát nem tudom, hogy a fejlesztés a kapacitást növelte, vagy valami mást. Na minden esetre, ha már útba esik. Opa, ja, itt a tankok vannak, ők a haverjaink. És itt van a bázis. Aha, igen. Haha. Teljes HP-val megyünk be, hogy ne kelljen javításra költeni. Zo. Mission complete. Hot Rod, Steam Achi. Megkaptuk ezt a sportautót. Ja, hát itt is írja, igen. Secondary... Nee, jó van. De cserébe kinyírtam pár zombit. Total cash earn 22.122 dollár. Not bad. We've received some troubling reports about large groups of zombies coming from the eastern part of the suburbs. The numbers are far too high, taking that area's population into account. A civilian plane crashed in that zone shortly after the outbreak, and we don't know if anyone survived the impact. The zombies might be spawning there from the wreckage, or there might be something even worse happening there. You have to go there and assess the situation before it gets out of control. As soon as you return, I will be able to present you with a vehicle-mounted flamethrower, so you can get those buggers sizzling. Oké, tehát egy lezuhant repülőgéphez kell eljutnunk, mert onnan özönlenek a dögök. Ott a bázis, és ott a repülőgép. Azt mondja, igen, kapunk lángszorót, a ramming upgrade level 1. Finish the mission in less than 4 minutes. Nem. Jó, a másodlagos feladatot azt így lőjük ki, azt felejtsük el. Nem fontos. Nem fontos, az lényegtelen. Ezzel foglalkozunk. Csak ezzel foglalkozunk. Azt a 3000 pénzt, azt majd begyűjtöm a járókelő zombikon. És kész. Oh. Itt az új autó.
Passengers 3. Taxi. Igen, és itt lehet látni bal oldalt a statisztikát. És most már tudom fejleszteni az armort, oda néz. De várjál, ezért én is tudom fejleszteni. Aha. Ja, az, mert nem kaptuk még meg a Reming level 1-et, azért nem tudom ezt fejleszteni, viszont ezen a pályán megkaptam az Armor level 1-et, és ez, jó, ezért tudom most már ezt fejleszteni. Tehát az autó páncélzata, ugye? Resistance to all attacks, így van. Oh, 68 ezer pénz a következő gépfegyverfejlesztés? Act to high league. Itt, most itt az hiányzik nekem, hogy ugye amit mondtam, hogy ez a fejlesztés, ez pontosan mit jelent? Mert hogyha például, ha a kapacitást is növeli, vagy csak azt, akkor nekem megéri megvenni a 68 ezerért, még nagyobb kapacitás, de hogyha a kapacitáson nem változtat a fejlesztés, akkor fölöslegesen nem költök rá. Akkor inkább erre költenék. 40 ezer pénzünk van kereken. Ugye itt lehet látni értelemszerűen, hogy ugye hát gyorsabb, de ugye kisebb az armor. De csinálhatunk olyat. A sebességben elég nagy különbség van, és az időlimites feladatoknál ez azért óriási nagy előny lehet. Ki tudja, lehet, hogy majd lesz egy olyan küldetés, ahol az elsődleges feladat fog időre menni. Isten óvjon mindenkit attól, de hát attól tartok, lesz olyan. Most ennek alapból kettes az armorja. Remény 2. És ha erre tennék még egy armort, akkor ugyanolyan erős lesz, mint a taxi, cserébe sokkal gyorsabb. Weißt du was? Menjen. Maradt 22 ezer dolcsi. Hát elég sok pénzt kell még összegyűjtenünk. Elég sokat. 3 szintet lehet fejleszteni, tehát max még 2 tudnék venni, akkor csak 4-es lesz. Na já. Mindegy. Jó, megnézzük ezt az autót is. Aha, és itt vissza lehet vonni a vásárlásokat. Na, jó. Na, nézzük! Have some sub-objectives with bonus rewards. Igen. Csak az megint időre megy. A sub-objective. Rohadnának el. Jó, tudod mit? Nem. Nem fogok rohanni. Nem. Amint mondtam, az időlimit most engem nem fog érdekelni. Az előbb megpróbáltam. Nem fontos. Ó! Oh. Hello! Ez a helikopter a haverunk. A legtöbb játékban az ilyen helikopterek nem barátok. De itt igen. Kilőtt tank. Én ahelyett, hogy itt eszeveszhetően rohannék, én meg akarom nézni a pályát, és én látni szeretnék valamit a játékból, nem csak rohanni. Hiába próbálja a játék rám erőltetni. Ez az. Opa! Was ist hier los? Alter Schwede! Ah, oh igen. Élet!
Igen, annyira lelassultam, hogy elkezdték zabálni az autómat. Ne dobálózz! Rosszalkod. Hogy néz ez ki? Igen, a szemeit! Ez nem félelmetes, hanem inkább vicces. Oké, okay, mi? Kellő szar. Boss fight! Oké, okay, boss fight van. Küldi a minionjait a köcsögje. Engedj át! Alta! Engedj át! Engedj! Csak nem jutok el a bosshoz, annyi izé van itt. Ne dobálózz! Ne dobálózz! Mint ha láttam volna valahol egy... Igen, láttam HP-t, jó. Ne dobálj! Ne dobálj, mert nem mondlak! Nem! Dobálózni nem szabad! Haha, mellé! Na, 2-3 másodpercem múlt. Nem baj. Miért tök aranyos ez a lény? Aranyos volt ez a lény, nem? Dirty work, Steam Achieve. Danke schön. Hello. Ez az. És a izék megint visszaspawnolnak? Aha. Power-up-ok, jó. Tehát a power-up-ok azok függetlenül a szituációtól visszaspawnolnak. Ez egy nagyon jó dolog. Na várjál, most amit nem tudok... Nem figyeltem. Hogy a lenti pénz... Az a pénz, amit csak ezen a pályán kaptam, vagy az összes pénzem? Mert ha az összes pénz, akkor... Akkor lehet milyen picikét... Kéne gyűjteni... Oho! Kifogyott a gépfegyó. Valahol... Ó, basszus. Ki kell jussak. Nem jó? Dankeschön. Jó. Kicsit még körbe... Jaj, itt a pálya széle. Jó, akkor nem erre nézünk körbe, hanem elmegyünk errefele. Nem muszáj nekünk annyira rohanni, hát... Rohanjon az a... Aki akar. Kiabálnak. Kutyulik. Van egy parkocska. Oha. Hello, mi? Amúgy nem tudom, hogy vagytok fel, engem ezek a kutyák mind a...
a kinézetük, mind pedig a hanguk alapján engem nagyon a Stalker játékokban lévő kutyákra emlékeztetnek. Várjál, nem jó. Túl hamar kifogy a gépfegyver. Pénz. Dankeschön. Pénz. Dankeschön. Most óvatosan meg kéne próbálni. Hoppá. Meg kéne próbálni valahol még lőszart szerezni. Ott benn volt a csomó pénz. Csak én nem nagyon merek bemenni. Mert ha nincs elég lendület, akkor a zombik megesznek. Már ugye az autót megeszik. Ja. Erre. Alter. Erre mi van? Yes. Opa. Zo. Itt át tudok menni. Pocs. Pénz. Zombik. Gumik. Élet. Meg minden is. Hello. Oh, hogy csak erre tudok menni. Itt át tudok. Utat! Utat! Oh-oh! Kifogytam! Innentől nagyon óvatosan. Mármint óvatosan alatt azt hittem, hogy lendületesen. Lendületből kell ezeket kinyírni. Pénz? Alter! Be kell jutnom. Ó! Oh. Várj egy kicsit. Úgyis itt vagyok a izé közelében. Várjál már! Figyelj, hogy lövik ki a katonák a zombikat, már a zombikutyákat. Ezt nem én csinálom. Ugye itt a katonai bázis, közvetlen közel. Chaos and Destruction. Jó, ez egy másik játék. Zó, na jó, oké. Várjál, nem itt van a izé. Ide be tudok menni? Ó! És be tudok menni? Hangárba. Tök jó. Cak. Oké. Okay. Zó! Mission complete. Yeah! Bonus cars! Nem tudtam elolvasni. Na, 897 zombit öltem meg. 10 perc 50 másodperc. Highest combo szorzó 11. Total cash 39.206. Mert ezen a pályán ennyit kaptam, plusz jó, ez a 4500. Ja, nem, már benne van, igen, tényleg. És megkaptuk a Reming upgrade-et. Appreciate the help that you are giving us, knowing that the army sands are tied.
You are making your country proud, and once again, it needs your help. Igen. I've lost contact with the rescue chopper that I've sent to evacuate the kids from the school. Hüha. I fear the worst. We need to get those soldiers and kids safely back home. The mayor said you could try to liberate his white limousine from his mansion not far from the school. If you can clear out the zombies in that area, the ride is yours. Okay. Tehát küldtek egy helikoptert az iskolához, de a helikopterrel megszakadt a kapcsolat, és nyilván zombi apokalipszisben nyilván az ember a legrosszabbtól tart. Lényeg, ki kell mentenünk 3 gyereket a suliból, amiért kapunk 6000 pénzt, speed upgrade level 1, a secondary objective, clear out the mayor's mansion to unlock the white limousine. Hogyha a majornak a... hát a... ingatlan környékét kipucoljuk, megtisztítjuk a zombiktól, még 4000 pénzt kapunk, és egy fehér limuzint. Tehát most a másodlagos küldetés nem időre megy. Haha! Most van esélye ilyen megcsinálni. Operation Lost Bird, elveszett madár. Hát igen, igen. Jó, tehát ott, igen, oda kell, jó, ott a bázis, és ott van a 3 gyerek. Amúgy nem olyan kicsi ám a bejárható terület. Most azt nem tudom, nem figyeltem, majd lehet, hogy visszanézem a felvételt, hogy minden küldetésnél ugyanazon az egy nagy mappon vagyunk, tehát hogy egy nagy adott területen játszódik az összes küldetés, vagy különböző mappok, mert szerintem én úgy veszem észre, hogy ugyanaz, de erre most nem vennék mérget, mindegy. $61,000 pénzünk van. Ezt is unlockolni kell. A level 2-es upgrade lehetőséget is unlockolni kell valamilyen küldetésnél. Reming. Ability to drive through groups of zombies. Ach so! Tehát, hogy ez az a képesség, hogy minél könnyebben át tudjon menni az autó a zombi csoport, a zombi csoportosulásokon. A nagy tömegen minél jobban át tudjon hasítani. A taxinál ez milyen volt? 2-es, aha. Lángszóró. A lángszóróval szinte minden játékban úgy vagyok, hogy én ezt nem szeretem. Az nem nekem való. Hiszen talán egyetlen játék van, ahol tetszett a lángszóró, de már nem tudom melyik. Tegyek erre, de ha erre teszek, akkor vesztek 20 000-re, 19 000-re, akkor megint azt össze kéne szedni ahhoz, hogy majd... Vagy... Azt nem tudom megvenni. De ugyanakkor ez is nagyon hasznos. Menjen! Hasznos ez is. Mert nem kevés. Látod? Várja, itt a másik fontos info. Passengers 3, tehát ebben az autóban 3 ember ki tudunk elvinni. Tehát ez egy olyan sportautó, aminek van hátsó ülése. Na, végre van egy kicsit hasznosabb sportautó. Survivors Rescue. Igen, ez itt 4, aha. Igen, mert hogyha 4 embert kéne, 4 kölyköt kéne kimenekíteni, akkor csak a taxival érdemes menni, ugye, mert taxiba fér be mind a 4. De csak 3-at kell elvinni, úgyhogy menjünk a sportautóval. Hát igen. Jó. Szerintem még nézzük meg ezt a pályát. Drive. Ezeket is végigolvasnám, csak túl gyorsan töltem. Azt mondom. Na várjál. Éjszakai küldetés, vagy ennyire durván köd van? De szerintem ez most éjszakai küld.
Ú, anyád, hogy néz ez ki? Oké, ez... Ah, na, az azért... Full, izé, dinamikus fényforrás, dinamikus árnyék, az összes hullán, oda néz. Oda néz. Tehát látni valódi fényforrása, az autónak a reflektora. Azt a cirkusz. Hát ez azért... Mondom, korához képest, szerintem ez a játék veszhető jól néz ki. A 2009-es iszometrikus játékokban ilyet én még nem láttam konkrétan. Ilyen grafikai részletességet, mint itt. Na. Lehet, hogy sietnem kell a kölyökökhöz. Mert ott... Át kéne jutni! Atya úristen, mi van itt? Merre van a suli? Ha! Mik voltak ezek a hatalmas nagy dögök? Itt már nem csak... Úristen! Jesus Christ! Mondom, itt már jóval nagyobb dögök is vannak. Hüha! Hüha! Nem tudtam, hogy ez a rész időre megy. Was damaged. Inkább azt mondanám, hogy it was destroyed. Az egy kicsit pontosabb megfogalmazás lenne. Alter! Ho-ho-ho! Was is hier los? Látott valaki lőszart? Köszönöm! Hát a svére! Jávol! Hoppá! Valahol erre volt, azt hiszem. Várja. Egyszer felveszük az életet. Valahol erre volt a lőszar. Azt hiszem. Aha, itt! Jó. És akkor... Gyerekek! Tessék jönni. The soldiers that came in the helicopter didn't try to rescue us. They were searching for something in the school basement, but we only heard their screams, and they didn't come out. Aha! Car is full and drive to the base. Tehát a helikopter, amit a gyerekek kimentésre küldtek, amikor megérkezett, akkor a katonák valójában nem is azért jöttek, hogy kimenekítsék a gyerekeket, mert valamit nagyon kerestek az alagsorban, az iskola alagsorában. És egyszer csak hallották a sikolyokat, aztán... Annyi volt. Zó! Várj egy kicsit... Ha én most... Várja, leszállítom a gyerekeket... Akkor itt vége a küldetésnek. De van nekünk egy olyan másodlagos feladat, ami nem időlimites. Viszont nagyon-nagyon vigyáznom kell akkor az autó életére, mert ugye itt van a három kölyök. Na jó, én azt mondom, hogy próbáljuk meg. De hát ott vannak ilyen nagy dögök. Ott is! Ott ez a... ilyen piros mezben vannak. Ah, megint a focistákkal lesz a gond, látod? Guten Tag!
Megjött a takarító szolgálat. Altavaszi szilósz! Puha! Várjál, nem jó? Nem jó, nem jó. Állj egy kicsit. Ne! Életet keresek egyébként. Itt volt az iskola. Jó. Életet keresek. De a lőszal sem rossz. Takarodjatok innen. Á, köszönöm. Szép. Hűha. Ja, te roncs. Én azt nem láttam. Ne. Tűnés innen. Lehet, hogy egyetlen limuzint robbantottam most fel? Amit nem kellett volna. Nem, jó, nem. Jó, a limuzin épségben van, annak semmi baja. Ja, kijutunk innen, nem lesz semmi gond. Igen, mindig jönnek. Ne ütögesd az autómat, mert... Kapsz egy pofont. Most akkor... Most akkor ez kész, ugye? Eltűnt a piros kör. Nem figyeltem a feliratot. Jó, hát akkor én azt mondom, hogy... Ujj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 
Oh! Dankeschön. Na látod, a három gyerek, akiket viszek az autóban, most... most személyesen megtapasztalhatják, hogy hogyan kell túlélni a zombi apokalipszist. Fog egy autót, szerelt fel gépfegyverekkel, aztán taposd a gázt. ez szalagkorlát itt? De fából van. Ujj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 
Takarodj! Takarodj! Te is takarodj! Mhm. Nem, nem! Kifogytam! Mist! Haha! Hello. Alta. Oké. Már biztonságos területen vagyunk. Itt a katonaság már végzi a dolgát. Hát, ha már itt vagyunk, akkor kicsit még daráljuk le a maradékot. Ez az. Így né, meg is vagyunk. Jó. Zo. Mission complete. Jawohl. Great job, son. You have those troops didn't make
Very important person. Steam achievement. Megvan a másodlagos objective. 829 zombi, 10 perc, highest combo 10, total cash earn 40,000. Speed upgrade. We received a distress call from a television crew that went on a suicide trip through the city to film what is going on inside. We wanted to stop them, but they got through the quarantine before we managed to completely seal off the city. They said they caught some footage of a new type of zombie near the chemical plant where everything started. This could be very valuable information, and might help us better understand what is happening. Their van broke down in the suburbs, and they are in desperate need of help. If you don't get there fast, they will soon become supper for a mob of hungry zombies. Igen, van egy tévés csapat, akik hát elindultak városban öngyilkos küldetésre. Hát igen, ilyen és a zombinál, ja, fegyver nélkül ez tényleg öngyilkos küldetés. Lényeg, hogy elmentek ahhoz a chemical plant, az, hogy mondják magyarul, várjál. Hát egy olyan létesítményt, ahol kemikáliákkal foglalkoznak, és nem teszem már a megfelelő szóra, vagy erőmű, ilyesmi. És ott kezdődött minden, és ott találkoztak egy újfajta zombival, úgyhogy ja, ez is érdekes. Ez is érdekes lehet, és akkor most... Itt a limuzin, amit megmentettünk az előző küldetésben, 83,000 pénzem van. Passenger, aha, igen. Ez a nagyobb autó, ez már 6 utast tud elvinni. Csak 6-ot? Na jó, jó, oké. Car speed, azt mondja, ennek alapból már 4-es az armorja, figyeled? És minden autónál külön lehet megvásárolni a fejlesztéseket. Car speed 2, tehát akkor ez ugyan olyan gyors, mint a taxi, igen. Aha. Na jó, ha megvan az a limuzin, na hát, hát ez a Zombie Driver HD nevű játék, szerintem egy nagyon-nagyon jó pofa játék, nekem tetszik, tényleg. Szerintem baromi jó hangulata van, és az egyik leglátványosabb zombidarálós alkotás. Főleg nem sok olyan játék van, ahol autóval kell írtani őket. De jó kis játék ez tényleg. Úgyhogy ez volt a bemutató ebből a játékból. Hogyha szeretnétek folytatást, akkor azt mindenképp jelezzétek kommentben, hogy innen szeretnétek látni tovább. Úgyhogy... Jajajajajaj, klape. Jó, köszi szépen a figyelmet. Ha megtetszett ez a játék, próbáljátok ki. Illetve vegyétek meg, mert mondom, ilyen filléres tétel. Ja, tök jó kis játék. Minden, aki szereti az ilyen zombihentelőst, mármint autókkal való zombihentelést, annak ez tényleg bátran merem ajánlani, ez tök jó. Na, köszi szépen a figyelmet! Szevasztok!